Tavaly és idén is olyan mértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, hogy a legkisebb keresetek is nagyobb mértékben nőttek, mint az infláció. Két év alatt a minimálbér reálértéke több mint 5, a garantált bérminimumé csak nem 3%-kal emelkedik. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a legkisebb bérek vásárlóértéke nő, akkor a legtöbb munkavállaló reálkeresete is növekszik, hiszen a legkisebb bérek emelése mindig felfelé húzza az alapbéreket, valamint a különböző pótlékokat és juttatásokat. Gyakorlott kezek készítik a világszerte keresett kesztyűket egy pécsi manufaktúrában. Meg szeretnék tartani a munkavállalókat, ezért tavaly 20%-kal, és idén is ugyanennyivel emelik a béreket. Azért fontos ez egyrészt, hogy a dolgozóimnak a megélhetését tudjam biztosítani, másrészt pedig az, hogy megtartsam őket, mert hogy már 3-4 évtizedes gyakorlattal rendelkeznek. Egyebek mellett biztosítékokat gyártanak egy 350 munkavállalót foglalkoztató kaposvári gyárban. Tavaly több lépcsőben emeltek a béreken, amit idén is folytatnak. Ráadásul a régebbi dolgozóknak magasabb lesz az emelés. 14% és 18% közötti változás várható az alapbérek vonatkozásában. Annyi korrekció lesz betéve 2023-tól, hogy a régebb óta itt dolgozó munkaerő vonatkozásában 2 és 5 év között plusz 2%-ot adunk, és 5 év után pedig plusz 4%-ot tervezünk emelni a munkavállalóknak. A legfrissebb adatok szerint szinte minden ágazatban nőnek a bérek. Ráadásul 2022-ben a minimálbér 19,5%-kal, a garantált bérminimum pedig 18,7%-kal emelkedett. A növekedés nem állt meg idén sem. A minimálbér 16, a garantált bérminimum 14%-kal emelkedett január 1-től. A minimálbér jelenleg 232 000, a garantált bérminimum összege pedig 296 400 forint havonta. Két év alatt a minimálbér 38,6%-kal, a garantált bérminimum pedig 35,3%-kal nőtt. Miközben az éves infláció tavaly 14,5, idén pedig várhatóan 15%-os lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy két év alatt a minimálbér reálértéke 5,3, a garantált bérminimumé pedig 2,8%-kal nőhet. Vagyis a bérek vásárlóértéke nemhogy csökken, hanem emelkedik. Várhatóan a legtöbb munkavállaló reálkeresete is növekszik, hiszen a legkisebb bérek emelkedése mindig felfelé húzza az alapbéreket és más juttatásokat. Méghozzá egy olyan időszakban, amikor az egész Európai Unióban évtizedes csúcson van az infláció, amit jelentős részben az Ukrajnában dúló háború miatt elrendelt szankciók okoznak. 2010 óta évről évre emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum is, ahogy döntő többségében a keresetek reálértéke is. Az elmúlt 13 évben a minimálbér reálértéke 78%-kal, a garantált bérminimum reálértéke pedig 87%-kal nőtt. Ha körülnézzük egyébként a régióban, vagy egész Európában, akkor nem ezt látjuk. Miközben Magyarországon emelkedik a bérek vásárlóértéke, addig sok európai országban, például Szlovákiában, Csehországban és Németországban csökkent, mondta a Matthias Corvinus Kollégium gazdasági műhelyének vezetője az M1-en. Sebestyén Géza hangsúlyozta, itthon a bérek emelkedésével csökkent a létminimum alatt élők száma, ahogy egyre kevesebben vannak, akiknek gondot okoz a rezsiszámlák fizetése. Egy komoly gazdasági helyzet és probléma áll föl jelen pillanatban Európában, és még egy ilyen válságokkal, háborúval, energiára emelkedéssel sújtott időszakban is Magyarországon ezek a szegénységi mutatók, ezek javultak. Hiába riogat a baloldal megalázóan alacsony bérekkel és megélhetési válsággal, a valóság pont az ellenkezője, és Magyarországon emelkednek a fizetések és azok reálértéke is. Erről a Magyar Nemzet írt. A lap felidézi Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzását is, amikor a pusztító gazdasági világválság és az elszabaduló devizahitelek ellenére is 2008 és 2010 között mindössze 4500 forinttal emelték a minimálbért. A kormányok válságkezelési módszerei közötti különbség már csak ez alapján is nyilvánvaló, fogalmaz a portál.